Máté evangéliumának a hatodik részéhez, hogyha lapoztok. Innen szeretném felolvasni Isten igéjét, hogy azt mondja Jézus, hogy a hajank szálait is az Atya számon tartja. 10:29, de utána visszatérek a Máté 6-hoz. Tehát 10:29-nél azt mondja Isten igéje, hogy nem, de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, és egy sem esik azok közül a földre a ti atyátok akarata nélkül, illetve, tehát egy másik fajta fordításban azt mondja, hogy ez a két kis verebecske nem hal úgy meg, hogy az atya ne tudna róla. Ha két kis verebecske nem halhat úgy meg, vagy nem döglik meg, az atya tudta nélkül. És pedig azok, tehát van, amikor látsz ugye az út egy szélén, vagy valahol felfordulva madarat, vagy más állatot, és arról tud, tehát az arról tud az atya, akkor te rólad ne tudna. Értitek? Tehát, hogyha ilyen állatokról tud, és ezek meg, tehát így megdöglenek, és ez nincs, tehát az atya tudtával van az, hogy így ilyen sorsa lett a vége, akkor te rólad, azt mondja Jézus, azt mondja, hát nektek, még a fejetek hajszálai is számon vannak tartva. Tehát, hogy az atya ennyire figyel, ennyire tud rólad, ennyire közelségedben van, ennyire még a... Tehát te nem tudod a hajat, szálait, senki nem tudja környezetedbe a hajat, szálait, de az atya tud. De figyelj, hogy ilyet tud az atya. És már pedig van, hogy kihullik egy pár szál haj közben. Akkor az életnek a dolgait ne tudna. Érted? Ha számon van tartva mennyei kompjúteren, az atyánál, hogy éppen most aktuálisan hány hajszálad van, és ha még ki is hullik közben, vagy fehér, vagy fekete lesz a hajszálad, mert ugye erről is máshol beszél Jézus, még a kompjúteren még azt is jelzi, hogy éppen a szám szerint hány őszhajszál, hány, hiába fested, akkor is az eredeti természetes, de fessed, tehát nem erről van szó, hogy ne, hogyha akarod, de az atya meg természetesen, még a kompjúteren még az is ott van, hogy éppen most hogy áll a hajszíned is. Ugye mert Jézus ezt mondja, hogy nem tehetjük a hajszálainkat sem fehérré vagy feketévé. Akkor az életnek a fontosabb dolgairól, ami veled történik, ne tudna az atya. Dehogy nem. Sőt, akarja is, hogy te is bevond ebbe az ő személyét az életedbe, döntéseidbe, élethelyzetedbe. Ezért mondja máshol Jézus a Máté 6-nál, hogy ne úgy imádkozzatok, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy azért, mert hosszasan, sokszor ismétlik azt az formulát, ima formulát, azért hallgattatik meg az ima kérésük. Azt mondja, ezekről jól tudja az atya, hogy szükségetek van. Tehát ráadásul még ugye a ruha, az étel, az italról, ráadásul még azt is olvasuk a Bibliában, hogy nagyon is jól tudja az atya, hogy ezekre szükségünk van. De hol rontják el az emberek? Ott, hogy elkezdenek aggodalmaskodni. És ahogy elkezdesz aggodalmaskodni, mert te csak azt látod, hogy éppen a pénztárcádban mennyi van. És azt gondolod, hogy ennyi. Ennyi az annyi. És közben nem, hanem te még rendelkezel, még pluszban láthatatlan javakkal,
És ha tudnád, hogy igazából mivel rendelkezel, akkor nem is aggodalmaskodnál a per pillanat, tehát a pillanatnyi dolgaiddal kapcsolatban. És Jézus azt mondja, hogy ne aggodalmaskodj, mert ahogy elkezdesz aggodalmaskodni a per pillanatnyi dolgaiddal, látható dolgaiddal, akkor megakadályozod az atyának, amiről pedig ő tud, hogy szükséged van, de az aggodalmaskodásoddal te magad akadályozod meg Istent abban, hogy betöltse az aktuális szükségeidet. Ezért, amikor szembesülsz azzal, hogy más az ennyi, mint az annyi, akkor itt nem csak pénzre mondom, hanem más szükségekkel kapcsolatban is, akkor a legjobb, amit tehetsz, hogy elkezdesz örülni és hinni, mert az atyáról azt olvassuk, hogyha a verebekről tud, és azok a verebek megdöglenek úgy, hogy az atya tud róla, akkor szerinted téged hagy elpusztulni? Hogyha te sokkal fontosabb vagy, mint a verebek? Sokkal fontosabb vagy, mint a növények? Azt mondja Jézus, úgy gondolkozzál, hogy az életed az több, mint az eledel. A tested az több, mint az eledel. És ha te az eledel miatt aggodalmaskodsz, ha a ruha miatt aggodalmaskodsz, ha az ital miatt aggodalmaskodsz, akkor ez azt jelenti, hogy te többnek tartod ezeket a dolgokat, mint a saját életedet és a saját testedet. És mi, ahogy többnek tartod, és nem az Isten igéje szerint méred a dolgokat, ezért nem tud neked az atya ebben segíteni. Értitek? Tehát te, amit ebbe tudsz tenni, itt mond Jézus, ne aggodalmaskodj. Ugye máshol úgy adja ezt vissza, hogy nem tudod a termetedet megnövelni egy hosszal, vagy valamennyivel se tudod megnövelni. De ezt úgy is lehet fordítani, hogy nem tudod az élet idődet megnövelni az aggodalmaskodással. Tehát az, hogy egy kis aggodalommal nem tudsz hozzátenni még pluszba az életidődhöz. Maximum elvenni lehet abból. Tehát, hogyha pszichikailag kikészül az ember. De, ha ő tud ezekről, akkor neki már van megoldása a számodra. Magyarán, már van megoldás a te szükségeidre. Sőt, még megtetézi Jézus azzal, hogyha te az Isten országát keresed, Isten dolgait keresed, Isten igazságait keresed, és ez tartott fontosabbnak, mint az eledelt, az italt, meg a különböző dolgokat, akkor azt mondja Jézus, hogy ezek ráadásul fognak neked adni. Emlékszem, amikor ez a ráadás, tudod, hogy hol van elrontva? Hogy igazából te a ráadást keresed, miközben nincs ott az alap, amire ráadná Isten ezeket. Érted? Mert ez ráadás, ezek a dolgok. A te szükségeidnek a betöltése, az ráadás. De valamire kell, hogy ráadja Isten. És ez, amire kell, hogy ráadja Isten ezeket a dolgokat, az Isten igazsága, Isten országa és Isten országának a dolgai. És ha neked nem az az első az életedbe, akkor nem tudja, mire ráadni, tehát ráadást adni Isten. Értitek? Tehát, hogyha te felülkerekedsz a materialista hozzáálláson, gondolkozásmódon, és hitáltal azt mondod, hogy de hát ez van az igében, én ezt fogom csinálni, és utána jön a ráadás. Utána lehet számítani az atyának a ráadására, amit ő lát a szükségeiden, látja, hogy milyen helyzetben vagy, és ő elkezdi a szabadítását, elkezdi az életedbe azt a befolyást, amit csak ő tud megvalósítani, tehát megváltoztatni az életedben. Ugye, és itt utána mondja azt Jézus, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. És nagyon fontos dologgal fejezi be a végét, mert ugye
Tehát itt kiemel Jézus nagyon sok igazságot a hegyi beszédben, de ha összességében nézzük az egészet, akkor azt látjuk, hogy összességében úgy fejezi be Jézus ezeket a, tehát ezeket a kis tanításait, mert sok kis tanítás, igazság, magyarázat van összefűzve. Úgy fejezi be, hogy nézzük meg, hogy hogyan építkezünk a házunkat, hogyan építjük föl. Nézzük azt meg, hogy valóban hallgatjuk-e az ő beszédeit, és igazából nem arról van szó, hogy hallgatjuk, hanem hogy meg is cselekedjük azokat, mert két út kezdődik el az embernek az életével, azzal, hogy elkezdi hallgatni Jézus Krisztusnak a beszédeit, hogy vagy megcselekszi azokat, vagy nem. És az egész tanítás sorozatának, tehát ezeket a kis, ugye, amit mi hegyi beszédnek mondunk, ez sok-sok tanítás, sok területről szóló tanítás, és ezeknek összességében úgy fejezi be Jézus, hogy semmi értelme nem volt hallgatni ezeket, ha gyakorlatilag nem kezdünk azok szerint élni. Ha nem úgy éljük az életünket, mert az teljesen mindegy, hogy ezeket csak hallgatjuk, ugyanúgy jöhet az árvíz, és elsodorhat bennünket, vagy a szélvihar, és elsodorhat bennünket. Ez azt is jelenti, hogy ahogy te kapcsolatba lépsz Istennel, ahogy Isten Jézus Krisztus által bejön az életedbe, elindul a szélvihar. Tehát elindul az árvíz, elindul az eső, elindul a szél, és elkezd beleütközni az életedbe, a cselekedeteidbe, mert Jézus nem arról beszél, hogy van a kősziklán való ember, meg van a fövenyre építő ember, hanem mind a kettőnek volt háza. Tehát élt egy életet. Volt egy életvitele. És igazából minden kereszténynek van egy életvitele. Minden keresztény él valahogyan. Nekem nagyon tetszik egy új fordításban az, hogy amikor azt mondja, hogy térjetek meg, akkor ott nem csak annyi van ott, hogy térjetek meg, ahogy a Károlinál, hanem más helyen az van ott, és következetesen minden helyen, és nagyon jól szemlélteti, ahogy le van fordítva az, hogy változtassátok meg a gondolkozásotokat és az életeteket. Tehát ez összekapcsolódik. Olyan nincs, hogy te, csak ugye mert ha azt mondjuk, hogy metanója, a gondolkozás megváltoztatása, ez csak arra vonatkozhat, hogy na, új gondolatok keletkeznek bennünk. De igazából nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy megváltoztatom a gondolkozásomat, és az életemet is meg kell változtatnom. És pontosan ezért küldte el Jézus a farizeusokat, keresztelő János a farizeusokat, meg a szadiceusokat, mert azt mondta nekik, hogy kezdjetek el teremni megtéréshez illő gyümölcsöket, tehát ezzel azt mondta, hogy nem csak a gondolkozásotok változzon meg, hanem az életetekkel is kezdjetek olyan életet élni, amiből meglátszik az, hogy megváltozott a gondolkodás módotok. És innen, mert ettől dől el, hogy az a szellemi esők, szellemi viharok, szellemi szelek, szélviharok, azok az életeddel mit csinálnak? Mert ők az életedbe ütköznek bele emberek. Mert a ház az mindenkinek az életének a cselekedetei, életvitele, beszédei, gondolatai, cselekedetei, és igazából ezek a szellemi erők, ezekre hatnak az életünkben, és ott tudnak összetörést okozni. Ott, tehát nem feltétlenül a gondolatokba, hanem az életvitelbe, amit felépítesz, ahogy éled az életedet, ott tudsz tönkre menni. Mert sokszor az emberek belül, tehát önmaga által az ember belül nem azt gondolja, hogy most össze lett dőlve a házam. Tehát ez nem biztos, hogy a gondolataival ezt érzékeli, de a tetteivel, a cselekedeteivel az ember meg,
látja azt, hogy ezek a szelek mennyire, ezek a viharok, ezek a esők, szellemi esők, mennyire akadnak bele az életébe. És ugye itt, amikor azt mondja, hogy összedől, ez azt jelenti, hogy az alapja van kihúzva. Tehát nem erős az alap, és akkor az alapokkal kell foglalkozni. Azért mondtam ezt el, mert ugye itt nem elég az, hogy csak keressem Isten országát, mert nem ezzel fejezi be Jézus a hegyi beszédét, hogy na, keressétek először Isten országát, hanem tovább folytatja, és azt mondja, hogy itt nem szabad megállni a keresésnél, hanem meg kell változtatni a cselekedet. Meg kell, hogy mutatkozzon az életünkben, a cselekedeteinkben az, hogy Isten igéje az első az életünkben, és az utolsó az életünkben. Hogy ahhoz igazítjuk hozzá az életünket. Van egy igazidási pont, emberek, ez az egész világ, emberektől, emberiséggel együtt, mindenhogyan ez egy céltévesztett állapotban van. Ez automatikusan sodor. Ez automatikusan félrevisz. Nincs semmi más olyan dolog, ami Istenhez tudna vinni téged, csak az ige. Az igéről azt olvassuk a János evangéliumában, hogy az ige, az Isten, az Istennél van, és Isten előtt van, de tehát az eredetiben ez azt is jelenti, hogy Isten felé van fordulva az ige. Tehát mindig az ige tud helyreállítani téged. Tehát nyilván Szent Szellem által. Mert ugye az ördög is tudja az igét mondani. De ezt ne kelljen így tehát külön említeni. Tehát az a lényeg, hogy az igében van az az erő, ami téged mindig az Isten felé, akárhogy elfordított a világ, akárhogy elsodrottál, akármilyen szelek fújtak, de mindig az ige az, hogyha hozzáigazítod magadat, mindig az ige az, amelyik visszairányít az Istenhez, mert ő nem tud elfordulni az Istentől. Ő, amikor testé lett és bekerült a pokolba, onnan is kijött és ment az Istenhez. Értek? Tehát, hogy az igében ilyen erő van, hogy még az ellenségnek a közepében is, a leghatalmasabb ellenségben is, között is az ige kijön és megy az Atyához. És bennünket is, akármi is van bennünk, ha befogadjuk az igét, ha elkezdünk annak megfelelően cselekedni, akkor visszairányít az Istenhez. Akkor ebből a céltévesztettségből, a sodródásból, ami az életvitelt jellemzi, testi életvitelt, világi életvitelt, itt élünk ennek a központjába, ugye, mert az ördög ezt a föld bolygót irányítja, nem a Marsot, nem a más dolgokat, hanem ezt a földbolygót, itt élünk mi benne, az emberiség elbukott, ebbe bukott bele, itt vagyunk, a testünkben benne van az ördögnek a terméke, a bűn, a lelkünkre hat ez, és ez azt jelenti, hogy állandóan tudunk sodródni. Élet, veszélyes állapotban vagyunk. Ezért mondja a pápostól, minden nap életveszélyben vagyunk. Minden nap életveszély van. Folyamatosan jönnek az árak, a szélviharok, minden. És nekünk egy biztos alapunk van, ha az ige. Ha az ige alapján cselekszünk, ha az igét befogadjuk, ha az igéhez mérjük a tetteinket, ha az igéhez mérjük magunkat. Nem magunkhoz mérjük magunkat, nem a gondolatainkhoz mérjük magunkat, nem a szándékainkhoz mérjük magunkat, mert sok ember itt hibázza el. Hogy saját magához méri önmagát. De ezzel elsodródik, eltévejedik. Ki sodródik a pályából. De ha az igéhez mérjük magunkat, ha az Isten igét, mint egy tükröt magunk elé tartjuk, megnézzük, hogy vagyunk, mik a cselekedeteink. Mert ugye behatol az ige a szívbe, a szívnek a gondolataiba is. Meg tud ítélni téged. Belül is. És ha hagyod, akkor ő meg tudja, ő megítél. De nem kárhoztat, hanem fel akar szabadítani. De ahogy te állsz hozzá, ő jön, bemegy a szívedbe, bemegy a lelkedbe, bemegy a szellemedbe, bemegy a testedbe. És ahogy te állsz hozzá, vagy felment az ige, vagy kárhoztat az ige. Ugye Jézus azt mondta, hogy neki adta át az ítéletet Isten, de ő ezt továbbadta az igének.
és az ige tud károsztatni. És van olyan, hogy amit mondott Jézus, hogy akinek a bűneit megbocsátjátok, annak meg lesznek bocsájtva, de akinek nem, annak nem lesznek megbocsájtva. Képzeljétek el, ilyen van az igébe. Na nyilván ez nem arról szól, hogy most bárki zsarolhat más valakit ezzel. Amikor eljött egy ember, azt mondta neki, hogy emlékezz meg róla, ugye megvan írva az igébe, hogyha viszed az áldozatodat az oltárhoz, és ha valakinek panasza van ellened, akkor nem fogja Isten ugye elfogadni a hagydott az oltáron a ajándékot, és menj békülj ki vele. Amikor eljött ez az ember, akkor azt mondta neki, hogy jegyezd meg, nekem panaszom van veled szembe. Még ez a varázslás, tehát még utoljára is, tehát egy ilyen varázslással próbált, érted, tehát károsztatást, vádlást okozni az embereknek. Emberek, ezeket le kell, tehát pikkelj, tehát ezeket le kell, nem szabad elfogadnod, vádlást, károsztatást. Jót kell ezen nevetned, hogy ennyire, tehát butasságban élnek emberek, de ha ennek adsz tekintét, akkor hatni fog. De ha nem adsz, akkor ez visszaszáll rá, és őt fogja tönkretenni. És ezért lett idegbeteg az az ember azóta. Hát vannak így érdekességek, de visszatérve ide, tehát az ige az, ami visszafordít, az ige az, ami tud cselekedni. És ahogy kijön az ige, például az adakozással kapcsolatban, az tud megvalósulni az életed, mert az ige viszi véghez, emberek. Neked csak annyi a dolgot, hogy az ige szerint csináld. Azt mondja az ige, ne aggodalmaskodj, akkor mit aggodalmaskodsz? De te azt mondod, de hát olyan helyzetben vagyok. De hát várjál egy kicsit, most akkor minden ember legyen hazug. Az egész világot vessük el, mert csak Istennek lehet igaza. Ugye ezt mondja a Rómaiakhoz írt levélbe Pál apostol. Csak Istennek van igaza. Akkor minden ember legyen hazug, de olyan nincs, hogy te annyira aggodalmaskodsz, vagyis van, de akkor viszont megakadályozod az Istennek a munkáját az életedbe. És utána szülöd a Izmáeleket. És utána, amikor Izmael már megvan, ott már nincs visszaút, emberek. Tehát a testi cselekedetekre nincs visszaút már. Vannak olyan testi cselekedetek, amit nem tud az ember visszacsinálni. Mert hogyha, hát nézzétek meg most az arab világot, meg Izraelnek, tehát az Ábrámnak, tehát a mi előttünk lejátszódik ez a történet, hogy mik a következménye a test cselekedetének, meg a szellem cselekedetének. És látszik, hogy ott nem kellett volna az embernek testi módon az ígéretekhez viszonyulnia. Tehát ezért én azt mondom, hogy vigyázzunk, de az a jó az igében, hogy bejön. Az a jó az igében, hogy jön, szól, bejön az életünkbe. Bejön a szellemünkbe, bejön a lelkünkbe, szétválassza, hogy ne legyünk pszichikai emberek, hanem szellemi emberek legyünk. Utána bejön a testünkbe, hogy ne legyünk testi emberek, hanem szellemi emberek legyünk. Utána elkezd úgy munkálkodni, hogy a szellemünk magunk, tehát a lelkünket behúzza az üdvösség állapotába. És utána pedig bejön az embernek a szívébe, a legbensőbb lényébe, és teljesen átvilágítja az embert. És tudod, milyen jó átvilágítva lenni az igétől? Hát nem kell félni. Nem, tehát mert a sötétség az, amikor az ember nem engedi be a fényt, az igének a fényét az életébe. Amikor bejön az igének a fénye, átvilágítja az embert, és ott lehet az ember Istennel. És azt mondja, hogy akkor, abban az állapotban, azt mondja, ha te is világosságba jársz, én is világosságba járunk, akkor közösségünk van egymással. A közösség nem úgy jön létre, hogy na, te is ide jársz, én is ide járok. Mert ez a klubokba is lehetnének akkor, vagy egyesületekbe, vagy érted, ez alapján alakítsunk egy vaddisznó egyesületet, vagy vadász egyesületet. Most csak érted, hogy ilyen, és akkor... Ugye, hogy a régen a... Mi volt az a rajzfilm, a Frédi Bénibe jártak ökörkörbe. És akkor végül is bármilyen ökörkör az ilyen közösség, tehát ilyen közösség lehet. De nem erről van szó, emberek. Arról van szó, hogy te is világosságba jársz, én is világosságba járok, közös, szellemi közösség jön létre kettőnk között,
ha többen vagyunk, akkor több ember között, egy szellemi közösség jön létre. És ebben a szellemi közösségben Jézus vére, azt olvassuk, hogy csak akkor tud tisztítani, hogyha ebben a közösség, tehát ilyen jellegű közösségben vagyunk egymással, és ebben a közösségben Jézus vére bejön, és elkezd mosni bennünket, és elkezd tisztítani bennünket. De ha nem vagyunk közösségben, akkor nem tud a vér működni az életünkben. Értitek? Tehát aki a világosságban, annak tud a vér működni, az tud védelmet adni, tud tisztítani, tud áldásokat hozni a vér, mert a vérben van a lélek. Értitek? Ezért fontos, na itt a másik dolog, hogy miért, ugye beszéltem arról, hogy a lélek üdvössége, például a múlt héten. Hát emberek, ugye olvassuk azt, hogy test és vér nem örökli Isten országát. Tehát a vérünk nem fog bekerülni a mennybe. De a vérünkben van a lelkünk. Hát a lelkünket ki kell húznunk a vérből ahhoz, hogy üdvösséget, tehát be kell vinnünk az üdvösség állapotába, a szellem uralmába a lelkünket, hogy amikor itt hagyjuk a vérünket a földön, akkor a lelkünk megmeneküljön. Mert azt mondja Jézus, mit ér az az ember, aki a lelkét nem veszíti el, mert eredetiben lélek van emberek, psziché van az eredetiben. Ugye, mert az úgy van fordítva, hogy életét nem veszíti el. Ott eredetiben azon, hogy a pszichéjét az embernek el kell veszítenie ahhoz, hogy megnyerje. Mert ha elveszíted a pszichédet itt a földön, ez azt jelenti, hogy nem testi az a pszichéd, hanem a szellemed szerint kezd el gondolkodni. Nem azt csinálja, amit ő akar, hanem a szellemed irányítja, az ige irányítja a lelkedet, akkor kihúzod az enyészetből, kihúzod a halandóságból a lelkedet, ami a véreddel együtt tehát mert romlottság van a vérben, és ezáltal, hogy elveszíted a pszichédet, megnyered azt, mert az üdvösség állapotába viszed be. És azt mondja, mit ér az az ember, ha az egész világot megnyeri, de a pszichéjét elveszíti. Mert innentől kezdve nem tud üdvösség állapotába kerülni. Hiába volt meg az üdvösség a szellemébe, de ha a lelkét nem tudja, mert test és vér nem örökli Isten országát. Ha a vérünkben, a pszichénk nem tud, mert ugye a lelkünk meg a vérünkben van, azt mondja az ige. Ha nem húzzuk ki onnan, ha nem tesszük szellemivé, akkor a lelkünk a vérünkkel együtt nem fogja örökölni az Isten országát. Olyan viszont nincs, hogy a szellemed örökli, a lelked nem. Tehát ezért kell az életünkben, az életidőnkben, ahogy éljük az életünket, a pszichénket, az üdvösség állapotába vinni. Folytassuk a hittel kapcsolatos témánkat. Ugye ott hagytuk abba, hogy a gyenge hit, a kis hit, a kicsiny hit, az milyen összetevők miatt, milyen dolgok miatt alakul ki. És most nézzük meg, hogy a nagy hit hogyan alakul ki. Mert ugye amikor kicsi az embernek a hite, akkor Jézus, ugye az volt a fő tanulsága az egésznek, hogy ahányszor elhangzott az, hogy kicsiny hitűek, ez azt mutatta meg, hogy Jézus nem tudott az emberek életében semmit sem tenni, tétlen volt Jézus az emberek életében, és az emberek akadályozták Jézusnak a tevékenységét az életükben, és ők maguk korlátozták Izrael szentjét az életükben. A kicsiny hit, az korlátozza Jézust. Ha kicsi a hited, akkor Jézus korlátok alatt van. Nem tud működni. És ugye ezt nem akarom újra elismételni, tehát megnéztük a múltkor, hogy milyen dolgokban nem tudott beleavatkozni. És most nézzük meg a nagy hitet, mert azért, mert hogyha kicsi a hited, akkor szabadulj meg a kicsi hittől. A kicsi hitet az pszichikai dolgok hozzák létre. Ilyenek, hogy aggodalmaskodás, kételkedés, mérlegelés, latolgatás, tanakodás, vitatkozás, bizonytalanság,
és a többi, és a többi. Tehát ezek gyávaság, félénkség, bátortalanság, tehát ezek mind a hitedet ilyen leszippantják. Tehát rögtön, ha még volt is ott nagyobb hit, az rögtön egy ilyen kicsi hitté válik. És ugye Jézus azt mondta, hogy nem tudok akkor munkálkodni, hogyha ilyen kicsi a hit bennetek. Azért az a jó a kicsi hitben, annyi jó van benne, hogy azt nem akadályozza meg, hogy az Úrhoz kiáltsál segítségül. És azt láttuk, hogy végül is, amikor az emberek ebben az állapotukban, szellemi állapotukban, szívbeli állapotukban kiáltottak az Úrhoz, akkor megszabadította az Úr. Tehát könyörült rajtuk, és megszabadította. Mert mégiscsak azért van egy kicsi hit. De ezzel nem tudtak nagy eredményeket, ezt maximum annyit tudtak elérni, hogy az életüket meg tudták menteni. Ki tudtak jönni egy nehéz helyzetből, de igazából nagy előrelépések, az ígéreteknek az átvevése és a működése, az viszont már nem működött az életükbe. Az viszont a nagy hittel lehet csak megoldani. És nézzünk egy ilyet, Máté evangéliuma 8. részhez, hogyha lapozunk, akkor itt a százados, olvasunk egy századosról, tehát Máté evangéliuma 8. rész, 5. verszaktól olvasom. Mikor pedig bement Jézus Kapernaumba, egy százados ment hozzá, kérvén őt. Tehát vedd észre, hogy mikor megy be Jézus hozzád. Mikor megy előtted Jézus. Mikor a kenet, mikor munkálkodik az életedbe. Mikor szólít meg Jézus. Itt így kezdődik el az egész, a nagy hit az itt kezdődik el, hogy bemegy Jézus Kapernaumba. Tehát szól az ige, működik az ige, bejön az életedbe, tehát az Isten tiszteletre való járást. Ez mindenképpen, amikor ez azt jelenti, az Isten tiszteleteknél bejön Jézus hozzád. Az egy lehetőség, hogy bejön a te városodba, bejön a te életteredbe Jézus. Jézus nem jön másképpen, emberek. Hogyha őt meg akarjuk tapasztalni, ő tudod, hogy csinálja? Ő azt csinálja, hogy embereket, tehát ő mi, hogy nem tud ide lejönni, hanem embereket küld. És azt mondja Jézus, hogy ha te befogadod azokat az embereket, az olyan, mintha őt fogadnád be. Azt mondja, ilyen emberek, még hogy egy pohár friss vizet adnak azoknak az embereknek, akkor azt a jutalmát kapják, mint amit azok az emberek. Tehát így becsüljétek meg azokat az embereket, akiket küld Isten hozzátok. Az olyan, mintha Jézus személyesen. Tehát most nem az önjelöltekre gondolok, meg nem a... Tehát ilyen tudjátok, ez a kisegyházi ilyen dolgokra, hanem tényleg, annak van gyümölcse, érted, hogy azt, akit Isten küld, annak van gyümölcse, annak van eredmény, tehát azt figyelembe kell venni, át kell gondolni, és le kell vonni a megfelelő tanulságokat. Én magamról nem állítok semmi ilyesmit, azt te döntsd el. És azt nézi Isten, hogy ahogy te viszonyulsz hozzá, tehát hogy Jézus úgy fog bejönni az életedbe, hogy valakit küld. És az, akit küld, az nyilván beszélni fog hozzád, mert azt mondja Isten igéje, hogy akit Isten küld, az Isten igéit szólja. Tehát az Istennek a beszédeit szólja, rémákat szól, hitet hoz létre, változásokat hoz létre. És itt kezdődik el a változás, itt ad lehetőséget Isten a változásra a te életedben. Itt van lehetőség, ahogy te ilyenkor viszonyulsz és hozzáállsz a dolgokhoz, az a te reakciód az Istennek az akciójára. És attól függ, hogy a következő lépése Istennek milyen lesz feléd. És nézd meg, itt úgy kezdődik, hogy bement Kapernaumba. Tehát Jézus jön, és ezért buzdítalak titeket, hogy járjatok Isten tiszteletre.
mely bejön Jézus Kapernaumba. Minden egyes Isten tisztelet alatt Jézus bejön Kapernaumba. Újabb és újabb lehetőség, újabb és újabb dolgok történhetnek az életedben. Ezek mind nem szabad elhalasztanod ilyeneket. Hanem, hát nézd meg, azok kerültek áldás alá, csomóan nem mentek, amikor Jézus ott járt, ezt olvasjuk az evangéliumokba, nem kerültek áldás alá. Nem tapasztalták meg Istennek a dolgait. De meg lehet tapasztalni, emberek. A másik pedig a hűség, tehát az Isten embereihez való hűség, tehát Isten küld, tehát a hozzájuk való hűség, mert nézd meg, hogy a tanítványok többet tapasztaltak, mint amennyit a hívők tapasztaltak, tehát akik hallgatták az Isten igéjét, ennél többet tapasztaltak azok az emberek, akik hűségesek voltak Jézushoz, sokkal nagyobb dolgok tudtak az életükben történni, sőt, egy idő után ők is beálltak abban a munkában, amit a mester csinált. Tehát nekünk is ezért tanítványoknak kell lennünk. De nézd meg, tehát bement Jézus Kapernaumba, egy százados ment hozzá, kérvén őt. Ezt mondván, Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. Tehát arról beszél ez a százados, hogy két dologra itt felhívnám a figyelmeteket. Ugye a gutaütöttség, a szélütés, az egy tehetetlen állapotot jelent. Tehát amikor az ember semmit nem tud tenni, amikor nem tud változtatni a dolgokon, sőt, nem hogy változtatni, de még magán sem tud semmi változást kieszközölni. És vannak ilyen helyzetek, emberek, hogy egy olyan sakmat helyzet elé kerül az ember, és úgy nézel ki, mintha gutaütött lennél. Tehát most nyilván nem kívülről, hanem a szellemileg belül egy ilyen tehetetlenség, egy teljes mozgás tere az embernek megszűnik. És ilyenkor nézd meg, hogy jön Jézus, és meg tud változtatni azt a helyzetet. Sőt, nem úgy azt mondom, hogy jön Jézus, hanem azt mondom, hogy jön az ige. És az ige képes megváltoztatni a helyzetedet. Az ige, olyan dolgok vannak az igében, emberek, ami teljes változásokat, sorsokat, sorsoknak a fordulatát hozza. Lehetőségeket hoz be az életedbe az ige. Ha befogadod az igét, új lehetőségeid jönnek. Higgyél ebben. Én most nem ilyen, hogy hívják, valamit csak mondok. Emberek, ha nem találod ezt, hogy az ige a megoldás a számodra, és ha nem tudsz bízni az igében, ha nem tudsz az Isten igéjét befogadni, nem fogsz tudni megváltozni. Ugyanaz az ember maradsz. Maximum a fogalmaidban, ha olvastad a Bibliát, meg egyéb dolgokat csináltál, vagy hallgatod, nézed a Vidám vasárnapot, részt veszel Isten tiszteleteken, csak a gondolataidban fognak változások jönni. Fogalmak jönnek be, de gyakorlatilag semmi változás, tehát életvitelszerű változást nem fogsz csinálni. Így tették tönkre a történelmi egyházak, vagy egy bizonyos történelmi egyház, nyilván ahogy elindult ennek a fordulata, hogy csak a köntöst húzott magára. És úgy néz ki, hogy keresztény, de belül, ahogy mondja Jézus a farizeusokra, hogy kívül meszelt falak, belül pedig tele vannak rothadó hullák, és különböző kukacok járják át az embert. És az, hogy keresztény valaki, hát azt meg lehet nézni a beszédéből, meg lehet nézni, ugye, mert a beszéd az a szívnek a teljességéből szól. Emberek, a beszéd a szellemi dolog. Azzal áldást lehet mondani, azzal átkot lehet mondani. Azzal embereket lehet tönkretenni,
azzal embereket lehet megáldani. Embereknek a sorsa fel tud virágozni beszéddel, és embereknek a sorsa le tud áldozni, és szinte pokollá tud kerülni az ember. És ugye erre mondta Pál apostol azt, hogy nyitott sír a torok. Tehát, hogy ilyen, tehát a beszédnek ilyen jelentősége van emberek. És ezért mondtam azt, hogy Jézus hogy jön az igével. Emberek, az ige, a beszéd, a réma, a szó változtat igazából. Hát ezt a világot a szó tartja fönn. A szavak, óriási jelentősége van a szavaknak. És ezért meg kell tanulni, szerintem a magyar embereknek, meg kell tanulni beszélni. Mert ezt a nyílást, ami a szájukban van, vagyis a fejükön van, ezt a nyílást, hát olyan úgy használják, hogy átok alá viszik magukat, közösségüket, országukat, társadalmukat, országukat. És talán még a beszéddel még erősítik is ezt. Ugye például, most nem akarok nemzeti jelképeket használni, hogy mik vannak benne, tehát hogy az átkokról, és még meg is gyökeresztetik magukat a beszéddel emberek. Ha akarsz változást az életedbe, egy, jó beszédeket fogadj be. Ha akarsz változásokat az életedbe, a rossz beszédeket iktasd ki az életedből. Mit hallgatsz? Tehát ugye ebbe az is benne van, hogy te mit szólsz, és milyen beszédeket hallgatsz. Ez mind a kettőben, tehát a hallgatás meg a beszéd az, ami a sorsodat befolyásolja. És beszéddel vagy áldást, ugye ezek szellemi dolgok, a száj, a beszéd, a szavak, ezek szellemi dolgok. Ezekkel vagy átkokat szabadítasz föl, vagy áldásokat szabadítasz föl. Vagy démonokat szabadítasz föl, vagy szent szellemet szabadítasz föl. És meg tudod változtatni az életedet a szavaiddal. És azok a dolgok, ami miatt lehet, hogy most aggodalmaskodsz, most, amikkel aggodalmaskodsz, elkezdesz szólni hozzájuk, és meg fognak változni azok a dolgok. Hát nézd meg, mi hogy kezdtünk el megváltozni. Hát nem, hogy valaki szólt nekünk, és mondta az igét, mondta az evangéliumot. Befogadtuk, és elkezdett változni az életünk. Ugyanígy van, ez beszédek, emberek. És beszédek ilyen hatásokat tudnak elvégezni. Most azért ülsz itt, mert valaki egyszer beszélt hozzád. Evangélium, tehát jó beszédeket mondott. Te befogadtad azt, és most itt vagy, és hallgatod az igazság beszédeit. Ilyet tud okozni, és közben változol, tisztít az Úr, megmos az Úr, jön a Szent Szellem, és megtapasztalsz olyan dolgokat, amit, hogyha nem hallgattál volna azokra a beszédekre, a mai napig sötétségben lennél ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. A mai napig nem tudnád megtapasztalni például a legnagyobb áldást, az, hogy Isten szelleme, a harmadik isteni személy eljön, rátszál, betölt, vagy az ige szól, ugye az ige az Isten, tehát a második személy szól hozzád. Ilyet meg se tudnád tapasztalni, és ez beszédek indították el az életedbe. Azt hiszed, hogy a mostani problémáidat ne tudnák az Isten beszédei megváltoztatni? Ebből ne tudnák kijönni az Isten beszédeivel? Dehogy nem, csak hitet párosítsál a beszédhez. És meglátod, hogy nagyon nagy változások fognak életbe lépni. Na nézd meg, ugye, Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik. Nagy kínokat szenved. És mondta neki Jézus, elmegyek és meggyógyítom őt. Ugye most azt nézzük, hogy mitől van nagy hite ennek az embernek. Amikor azt mondta Jézus, hogy elmegyek és meggyógyítom őt, ez olyan, mintha természetes dolgokat várt volna az az ember. Tehát, hogy egy természetes, tehát Jézus azt mondta, elmegyek, tehát ez egy természetes dolog, materiális
fizikai, ugye térben, időben Jézus elkezd mozogni, és akkor oda megy ahhoz az emberhez, megérinti, megfogja, és kész is. Még egyet hadd mondjak el, ha már itt tartunk, ami az elmúlt napokban elevenedett így meg bennem. Hogy emlékeztek a bölcsekre, akik meglátták a csillagot. És amikor megfelelő idő eljött, a megfelelő pillanat elérkezett, ezek az embereknek megjelent egy csillag. Látták a csillagot, vezette őket a csillag. Kaptak isteni vezetést, fény jött be az életükbe. És azt olvasod, hogy ezek az emberek, ameddig bementek Jeruzsálembe, addig követték, tehát mielőtt bementek volna Jeruzsálembe, Izrael területére léptek, addig követték a csillagot. Addig volt isteni vezetésük. És egyszer csak átvette, amikor tehát természetes sivát bejöttek Izraelbe, azt mondja, hol kell a zsidók királynak megszületni? Hát hol? Hát nyilván természetes ésszel Jeruzsálembe. És eltűnt a csillag előttük. És a saját természetes eszüket követve levontak következtetéseket az igéből, vagyis a vezetés, tehát a Szent Szellem vezetéséről, abba hagyták ezt a vezetést, és elkezdtek bemenni Jeruzsálembe, és egy sokkal nagyobb kavalkádot csináltak, felhívták az ellenség figyelmét olyan dolgokra, isteni dolgokra, amiket az Úr kezdeményezett. És egy nagyon érdekes dolgot láttunk meg, hogy amikor kijöttek Heródeségtől, és elindultak Betlehem felé, ahol ugye tehát az ige kijelentette, hogy hol van, tehát ott, ahol a saját természetes eszük révén elvesztették az isteni vezetést, kaptak igét, és amikor az ige kijött, akkor azt olvasott, hogy megjelent újra a csillag, és ennek örültek, és az a csillag elvitte őket Betlehembe, és ahhoz a házhoz, ahol megszületett Jézus. Ahol ott volt Jézus. Ez azért érdekes, mert a Szent Szellemnek a vezetését elvesztheted, hogyha természetes eszedre hagyatkozol. De az ige vissza tudja neked adni, a réma, az ige vissza tudja neked adni a Szent Szellemnek a vezetését, és öröm tud bejönni az embernek a szívébe, és öröm tud kiáradni az emberből. Mert ugye ezek az emberek is elkezdtek örülni. És tudod, még egyet hadd mondjak el neked, hogy mennyire fontos az Isten tisztelet és az igének a hallgatása. Amikor mielőtt Jézus bejött volna ebbe a világba, előtte olvasol Máriáról és Józsefről, hogy angyalok látogatták meg őket, szóltak hozzájuk álmukba, vezetést kaptak tőlük. Olvasol ilyet? Én nem. Amikor közvetlenül bejött az ige, akkor olvasok ilyenről. De mielőtt Jézus nem tervezte volna, hogy bejön a világba, vagy egy évvel hamarabb, vagy nem tudom mennyivel hamarabb, amikor ez még nem volt terve, tehát nem volt az időzítés, hogy az igével találkozott volna, nem volt, nem olvasol azt, hogy Józsefnek milyen álmai voltak, hogy adta az angyalok a utasítást neki, vezetést hogy adott neki. Máriáról se olvasol, de amikor az ige belépett a földi atmoszférába, akkor rögtön azt olvasod, hogy jött egy angyal Máriához, és azt mondta, hogy meg fogja szülni a messiást. Tehát az ige, az igét fogja, testet fog az ige ölteni benne. És amikor megszületett, ugye ez már rögtön Józsefnek is szólt az angyal, amikor megszületett, sorozatos kijelentései voltak. Nem jó, emberek, az, hogyha nem hallgatjuk az igét, elveszítjük Istennek a vezetését az életünkbe. Csönd lesz. Se szó, se felelet. De amikor bejön Jézus Kapernaumba, amikor jön az ige, kiküldi az igét, akkor utána befogadod az igét, és utána elkezdenek, az életed elkezd változni, vezetést ad a Szent Szellem, igéket ad a Szent Szellem, megvéd, életmentéseket tud csinálni, vezetést, hol lakjál, mit csináljál, ugye ez volt a Józsefnél, vedd el azt feleségül,
Érted? Tehát rögtön házasságok oldottak meg, vagy házasságok keletkeztek, rögtön lakóhelyekkel kapcsolatba. Hát ilyet tud az ige csinálni. Vezetéseket tud adni. Hol legyél, hol dolgozzál, mit dolgozzál. Ezt ne természetes ésszel csináld, hanem az ige, a vezetés szerint. Ha természetes ésszel csinálod, még ha bekerülsz is áldás alá, az az átkoddá válik. Izmált hozol létre. Ha meg isteni terv szerint csinálod, lehet, hogy egy kicsit lassabb. Lehet, hogy nem olyan áldás alá kerülsz, mint ami más emberek. De viszont hosszú távon megmarad az áldásod. És át tudod adni a gyerekeidnek is azt az áldást. És nézzétek meg, hogy folyamatosan utána isteni vezetés alá kerültek. Tehát szólt az ige, ment. Munkálkodott az ige. Nem jó? Az, amikor szól az ige, és befogadod? Hát számíts rá. Most nem az, hogy most angyalok, nem arról beszélek, hogy akkor este már rögtön angyalokról álmodsz meg ilyenek, hanem az, hogy elkezd egy vezetés elindulni az életedbe. Elkezd Isten a kezébe tartani. Ezt okozza az Isten igéje. Jön ki az ige, és egyszerűen ott vagy Isten kezében. És nem történhetnek csak úgy meg dolgok az életeddel. Tehát, azt mondja Jézus, elmegyek és meggyógyítom őt. És figyelj, mit mond a százados erre. Addig csak egy százados volt a sok közül. Itt már azt olvasod, hogy a százados. Tehát, és ez már megkülönböztette az ő személyét, tehát Jézus előtt. És azt mondja, Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj. Csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Hatalmas dolgok, tehát ez a hitnek a beszéde volt, ez az ő meggyőződése volt, és ugye ez nem azért, hogy mi is ezt utánozzuk, csak ha meggyőződés van bennünk akkor, de nézzük, hogy az első, a hozzáállás. Nem vagyok méltó hozzád. Itt kezdődik el, tehát Jézussal a kapcsolat. Nem vagyok méltó, vagy Isten embereivel is. Ugye, mert sokszor a közelség, tehát az időben is, ez egyébként a házasságokban is vigyázni kell, hogy tisztelet legyen a férjeknek, a férjek szeretettel viszonyulnak a feleségükhez, de ugyanez van a gyülekezetben is, tehát vezetőkkel, tehát hogy az, a közelség a szemtelenné tudja tenni az embert. És van, hogy meg kell állni, és meg kell mondani, hogy hó, vissza. Nézzük meg, hogy a közelség nem tette szemtelenné. Tehát én erre mondtam, tehát ezt házasságban is gyakorolni kell. Tehát nem szabad, hogy a feleség ránőjön a férjre. Mert van ilyen, érted? Tehát a hosszú idők alatt, ugye, tehát elkezdhet dirigálni a feleség, elkezdhet, ugye apróbb dolgokat csinál, aztán utána már nagyobb dolgokat, de az apróbb dolgok azok már csak a férj számára apróak, de azok már nagy dolgok, csak már nem tud erről a férj, azok nagy dolgok. De érted, és ezért kell sokszor megállítani, hol tartunk, mi a helyzet, ki a főnök, ki ül a kormány előtt, ki tartja kezében a kormányt, ki van az anyósülésen, mert lehet, hogy véletlenül, érted, tehát annyit pörgött az autó, hogy már, érted, kipörgött a férj, bekerült az anyósülésbe, a feleség a vezetőülésbe. Erre vigyázni kell. És ugye itt azt, amikor azt mondja, hogy nem vagyok méltó, tehát ez nem egy ilyen állalázatot képzeljetek ebbe bele, érted? Tehát ez nem egy ilyen alázatoskodás volt ez. Hanem ő komolyan gondolta, hogy van egy távolság közöttünk, Jézus. A kenet más emberré tesz. Emberek, meg kell tanulni a kenetet tisztelni. Erről szól hát az Ószövetségben, hát a Krisztusnak a szelleme. Ott ezt jelentette ki. Hát emlékeztek, amikor, most én nem magamról beszéltem, tehát nehogy azt gondold, hogy magamról, csak ez egy szellemi alap elvek ezek emberek. Hogyha van kenet, azt tisztelni kell. Ez az ember is úgy jött oda, akkor működött a kenet az érdekében, amikor azt mondta, hogy nem vagyok méltó hozzád.
Érted, hogy az a kenettől. Hát nézzetek meg, amikor Elizeusra, ez egy felkent ember volt, rajta volt a kenet, elhívás volt az életén. És kopasz lett, levágták neki a haját. Vagy ő úgy gondolta, hogy le kell vágni. Ez meg nem tetszett másnak, érted, hogy le lett vágva a haja. Na, azok elkezdték csúfolni. Na a kopasz, na a kopasz. És akkor mit olvasol? Hogy Elizeus csak talált mondani egy szót, vagy kettőt. De utána azt olvasod, hogy azok a szavaknak a hatására azok az embereknek az életébe került. Tehát, mert meg kell tanulni tisztelni a kenetet. És itt kezdődött el a nagy hit, hogy megtanult. És tudod, mi az egészben a botrány? Egyébként hadd mondjak már el valamit. Tehát a botrány, a kenetnek a botránya, tudod, hogy mi? Az, hogy nem tökéletes embereket hív el Jézus és ken föl. És ez botrány. Ez azért botrány, mert a közelségben lehet, hogy rálátsz a tökéletlenségre. De ha ebben a helyzetben csak a tökéletlenséget látod, akkor ellened lesz a kenet. Ha viszont a kenetet látod, akkor az áldásodra szolgál. Ebben a, üttörténeti korszakban, amiben élünk, Isten tökéletlen embereket fog hozzád küldeni. Aztán majd ezt úgy fogja befejezni ezt a korszakot, hogy ő a tökéletes, meg fog jelenni, ide küldi az atya, és bennünket is tökéletessé fog tenni. De addig tökéletlen embereket ken föl Isten. És ez a kereszt botránya. Ez a kenetnek a botránya. Hogy ezt valahogy föl kell dolgozni. Ezt valahogy az embernek ez szerint kell, tehát kialakítani az életét, gondolkozásmódját, hogy áldásom legyen ebből az egészből. Mert emberek, ezek isteni dolgok. A kenet az isteni dolog. Az olyan nincs, hogy te belenyúlsz a kenetbe, és ha rosszul viszonyulsz, tehát olyan nincs, hogy ez nem lesz hatással rád. Valamilyen hatása van. Vagy áldást, vagy átkot hoz. Azzal nem tud, mert ez isteni dolog. Tehát ezt nem én találtam ki, ezt nem a hídgyülekezete találta ki, hanem van kenet. És pont azt olvassuk, hogy a kenet az azt jelenti, hogy Krisztus. Ugye fölkent. A Krisztus azt jelenti, hogy fölkent. A kenettel áll kapcsolatban a Krisztus szó. És ezért mondtam nektek a szombaton, hogy az egész Biblia az a Krisztusról szól. Az egész Biblia. Ha nagyon akarod szeretni Krisztust, a kenetet, akkor itt, ahogy viszonyulsz, ahogy ebből tanulsz, ahogy kialakítod az életedet, gondolkodásmódodat, azzal ezt a szeretetet kifejezed a Krisztushoz, a kenethez. És nagyon sok, azért vannak történetek benne a Bibliában, azért vannak leírva ezek a történetek, mert ezek mind tanulságok. A Krisztus szellemének a megnyilvánulásai, a Krisztus megnyilvánulásai. Vagy ige által, vagy emberek által, vagy helyzetek által. Az egész könyv, az alfa és az omega Krisztus. A kezdet és a végő. Azt mondta, ő a kezdet, és úgy kezdődik a Biblia, hogy kezdetben. Tehát ő a kezdet és ő a vég. Őről szól az egész Biblia. Fantasztikus. Nagyon szeretem Krisztust. És nagyon jó a Krisztus szellemével közösségbe lenni. Nagyon sokat lehet tanulni. De viszont azt is meg lehet tanulni, hogy hát nézzétek végig a Bibliának a szereplőit. Tökéletlen emberek voltak. Mindenkibe tudtál volna hibát találni. Egytől egyig. Még figyeljetek, azok az emberek még Jézusban is találtak hibát. Ha nem úgy öltözködik, mint Keresztelő János, aki nem eszik, nem iszik, démon van benne, akkor jön Jézus,
azt mondta, konszolidáltabb lesz, érted, ne okozzon, hogy hívják ott, tehát akadályoztatás az emberekbe. És mit olvasol róla? Ő meg, na a Borissa ember, bűnösök barátja, prostituáltak, vámszedők járnak a gyülekezetébe. Tehát nagyon érdekes, hogyha így csinálja, belekötnek, ha úgyse, belekötnek. Tehát igazából arról szól az egész Biblia, hogy gyakorlatilag mindenkibe be lehet kötni. De várj egy kicsit. De azokban az emberekben be lehet kötni. A Kenet mégis előre vitte az üstörtetnek tehát Istennek az akaratát elkezdte megvalósítani ezeken az embereken keresztül. Nagyon érdekes például, hogy Námán hozzát, nekem nagyon tetszik, szinte hasonló. Hát jó, a Námán csak utána, de szinte hasonló, mint a százados. Gondoljátok el azt a sértést, hogy egy másik országnak a hadügyminisztere eljön az országba, tehát egy diplomata jön. Egy másik országnak egy elit, politikai elitje jön a Izrael földjére. Elizeus ki sem ment a házból. Egy szolgát küld, olyan, mint ide jönne mondjuk valamilyen diplomata, ilyen nagy, egy másik országban egy óriási jelentőségű személy, és itt szólok, Jani, menjél már, mondd már meg neki, hogy... És akkor megsértődött az ember. Hát, amit képzelesz magáról? Te ennyire fennhordja az órát? Ennyire, érted, semmibe vesz bennünket? Ennyire, nem is? Hát de emberek, az ige. De jött az ige. És működött az ige. És erre lehet azt mondani, tudjátok, most csak tehát például a Wigglesworthre utalva, hogy ugye ő kiverte az emberekből a betegséget, meg a démonokat. De ez nem tanácsos ez cselekedni. De ha működik, akkor miért ne? Hát az a lényeg, hogy működjön. Hát Jézus leköpte az embereket, és attól meggyógyul. Ha működik, hát akkor nem minden. Leköpnek, és meggyógyulsz. Leköpnek, föltámadsz a halálból. Nem megérte? De hát akkor működjön. Értitek? Tehát most nem azt mondom, hogy akkor kezdjünk el köpködni. Először be kell bizonyítani, hogy kézrátétellel, vagy más módon, egyszerűbb módokon is, konszolidált módokon is működik a Kenet. De ha működik, akkor már nem mindegy, hogy hogyan. Na jó, azért van egy. Az hogyan köpködik, amikor kihúzta Jézus a nyelvét a némának, úgy köpött rá. Azért az nem simán leköpte a ruháját. Vagy fogott egy kis port. Rátette a szemeiket. Meggyógyult. Hát jó, még végig kellett menni egy útszakaszon. De meggyógyult. És nézd meg, hogy ez az ember itt, tehát ott kezdte, hogy nem vagyok méltó. Ott kezdődik el a hit az életedbe. Amikor te már úgy jössz oda, és én méltó vagyok, tettem annyit, akkor búcsút mondhatsz a nagy hitnek, búcsút mondhatsz a szükségek megoldásának, búcsút mondhatsz mindennek. De itt azt mondja az ember, méltó vagyok, hát tettem olyan dolgokat. És azt mondja itt, hogy nem vagyok méltó. Ugye pont ebben az az ellentmondás, hogy egy másik evangéliumban ugyanez a történet, nem az az ellentmondás, hanem ugye egy másik történetben, és ugye a zsidó hagyományokhoz ez megfelel, az, hogy ugye embereket küldött oda a százados, és azt mondták azok az emberek, hogy méltó rá, hogy megtedd. De az ember azt mondta, nem vagyok méltó rá. Tehát, hogy a zsidó vezetők azt mondták, hogy méltó rá, hogy megtedd, ez az ember, aki akik képviseltek ezek a zsidó vezetők, azok meg azt mondta, hogy nem vagyok méltó rá, hogy ide jöjjél. Tehát tudta, hogy hol vagyok én, és hol van ő. Tudta a különbséget a
kettő között. És utána azt mondja, egy nagyon érdekes dolgot mond, szólj egy szót. Tehát hogy kezdődik a változás? Szóval. Hogy kezdődik el az életedben a változás utána? Szóval. Emberek, ha itt leülnétek, és ekkora hited lenne, és azzal a hittel ülsz le, és azzal fogalmazod meg, hogy csak szólj egy szót, akkor már most közben óriási változások lépnek életbe az életetekbe. Már most nagyon nagy változások állnak be az életetekben, életünkben. Ez meg is magyarázza, hogy a nagy hite az mitől volt? Azt mondja, én is hatalmasság alá vetett ember vagyok. Mi az, hogy én is? Ezzel azt feltételezte, hogy Jézus is. Tehát Jézus is hatalmasság alá vetett ember. De várjunk egy kicsit, de nem biztos, hogy Jézusra vonatkozik, mert a betegségre is vonatkozhat, mert azt mondja, hogy meggyógyul az én szolgám, tehát beteg a szolgája, és azt mondja, hogy a betegség az alá van rendelve hatalmasságnak. És ki ez a hatalmasság, akinek alá van rendelve a betegség? Jézus Krisztus. Mert mit mond utána? Azt mondja, én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, vannak alattam vitézek, és mondom egyiknek eredj el és elmegy, és a másiknak gyere, és eljön, és az én szolgámnak tedd ezt, és megteszi. Eredetibe az én csicskámnak. Tehát az van ott a eredeti kifejezésekben. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, elcsodálkozott, és mondta az őt követőknek, bizony mondom nektek, még Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. Nagyon érdekes, hogy két emberről, akiről azt állítja Jézus, hogy nagy hite volt, az egyik se volt izraelita. Tehát mennyire az, amikor törvény, uralma alá kerülnek az emberek, mennyire nem tud a hit létrejönni az embereknek a szívükbe. Mennyire sok akadályt tud képezni. Ezek az emberek pedig nem a törvény alatt éltek, és mekkora hitük. Ezért hozott ki Isten bennünket. Tehát a hit az kegyelemből van, és nem törvényből. A hit az a szónak az engedelmességéről van, befogadásáról van, és nem tehát törvénynek a hallgatásából és megcselekvéséből, mert a megigazultság, az üdvösség, az a szavak hordozzák. Tehát szavak hordozzák a megigazulásodat. Szavak hordozzák az üdvösségedet. Gondold ezt el. Tehát amit akartam mondani, a te problémád, ahogy ennek az embernek a problémája, és ráadásul még az ő szolgájának a problémája volt ez, tehát ő képviselt valakit, te is tudod képviselni azt az embert, akinek problémája van. Pláne, hogyha házad népe közül való. Tehát te tudod képviselni. És mit képviselt? Azt, hogy neki problémája van, de Jézus. Ahogy én hatalmasság alá vetett ember vagyok. És ugye azért mondja neki, hogy szólj. Miért? Mert ez a betegség. Azt mondja, én azt mondom az embereimnek, te csináld azt, megcsinálja. De miért? Nem azért, mert csicskáztatja, mert hatalom van. Mert lehet, hogy emberek szeretnek csicskáztatni másokat, de hogyha van szellemi, tehát van egyrészt ugye, tehát a fizikai világban ugye van ilyen, hogy hatalom, tehát ilyen például a munkahelyen, a gazdasági vezetőnek, tehát a munkaadónak hatalma van az alkalmazott fölött. A gyülekezetben az embernek, tehát a gyülekezet vezetőknek hatalma van, szellemi hatalma a gyülekezet tagjaira. Különböző helyek, katonasságon a századosnak hatalma van a tizedes fölött, de az ezredes fölött már nem. És hogyan működik ez a hatalom? Szavakkal működik. Tehát magyarán itt két dolog van. Egy, azzal, hogy Jézusnak azt mondta, hogy ahogy én ezt csinálom, te szólj a betegségnek, ezzel azt mondta, hogy Jézus, te neked hatalmad van a betegség fölött. Tehát magyarán Jézus, te sokkal hatalmasabb vagy, mint a betegség és az ördög munkái, átkoktól kezdve, démonoktól kezdve, minden más.
Tehát mi kell a nagy hithez? Ez a látás. Hogy látásod legyen, hogy az a probléma, ami most, amivel te találkozol, vagy a ház népédben van valakinek kínja, baja, az a Jézus Krisztus alá van rendelve. És a szó, az ige, az megváltoztatja azt a helyzetet. Az Isten igéje meg tudja változtatni azt a helyzetet. Tehát ezért eljössz másodszorra is Isten tiszteletre. Harmadszorra, negyedszerre, de egyszer biztos, hogy fog jönni az, ami pont oda kell. De ha akkor nem vagy ott, sok ember így veszíti el az áldást. Hogy beszéltem egy vezetővel, gyülekezetvezetővel, pásztorral, és mondja, hogy már akart nagyon áldani egy embert. És az volt benne, hogy Isten tisztelet végén megáldjatott, hogy volt egy összeg a szívében, elkészítette azt, és megáldja. De az az ember elment idő előtt az Isten tiszteletről, és nem áldotta meg. Mert benne az volt, hogy az Isten tisztelet végén áldja meg. De az az ember nem maradt ott az Isten tisztelet végén, és nem kapott áldást. És ő a mai napig soha nem tudja, hogy mennyit bukott ezen. Tehát anyagilag mit jelentett neki az, hogy elmegy hamarabb az Isten tiszteletről? Például, ilyen is volt, de szerintem másokkal is. Tehát nagyon, nagyon érdekes, hogy működnek, és ráadásul úgy, hogy Isten még, tehát nem azt mondta, hogy azt úgy áld meg azt az embert, hogy áld meg, és akkor ha ott van, ha nincs ott, hanem hogy az Isten tisztelet végén áld meg azt az embert. Nem volt ott a megfelelő időben. Amikor ott kellett volna lennie valahol, nincs ott. És nehogy az legyen, hogy amikor viszont jön az ige hozzád, akkor te hol vagy? Valahol máshol el vagy? Gyülekezeten kívüli tevékenységgel? Nem, az áldás, az ige, emberek, mindent az ige változtat. Ige centrikus embereknek kell lennünk. Akkor vannak változások. Amikor már neked más dolgok ugyanolyan szinten vannak, mint az ige, vagy az Isten tisztelet, vagy más ilyen tevékenységek. Most nem azt mondom, hogy nem lehet egyszer-egyszer, érted, hogy valami álljon közbe, vagy olyan munkája van az embernek, vagy délelőtt és műszakos, vagy nem tudom mi. De hát, ha nem ilyen, akkor elveszted az áldásodat. Aztán elmész vadászni, mint Ézsau, mindenféle tevékenységet, azt veszed észre, hogy kifáradsz az egészbe, nem jön össze semmi, frusztrált leszel, csalódott leszel, keserű leszel, és mi a következő lépés? A testvér ellopta az áldást. A testvérem a hibás. Akkor elindul a testvér harc, tehát a bűnbak keresés a testvérekbe. Ilyet tud okozni, hát Ézsaunál ezt okozta. Na, menjünk vissza. Tehát mi volt ennek a tanulsága? Az, hogy ez az embernek volt egy nagyon nagy látása Jézusról, mégpedig az, hogy Jézus sokkal hatalmasabb, mint az ellenség. Sokkal hatalmasabb, mint a betegség, sokkal hatalmasabb, mint démonok, sokkal hatalmasabb, mint azok a problémák, amik gyötrik az embereket. És először ez egy látást kell, hogy kifejleszten. Ezt tudod, hogy miért? Mert utána nem aggodalmaskodsz, nem félsz, mert tudod, hogy a nagyobbal van neked kapcsolatod. Tudod, hogy ez a nagyobb, ő bármikor megszólalhat. Hát ő tudja, hogy mikor azok a szerencsétlen verebek, mikor kerülnek a padlóra, a járdára, az útszélre. Hát akkor ne tudná, hogy mikor kell szólnia. Fog szólni, emberek. Csak nem biztos, hogy akkor, amikor te gondolod. Mert neked van egy elképzelésed, hogy mikor kéne, hogy szóljon. De ő meg vár, nem szól, csöndben van, figyel, hallgat, néz. És megfelelő időben mondja azt a szót, és változik az életed. Megváltozik egy csap, egyetlen egy szóra, egyetlen mondatra egy olyan fordulatot tud venni az embernek a szellemi állapota, a szellemi élete, jövője, sorsa,
hogy egy más pályát fut be, mint ami addig okozott neki problémát az a dolog. Nem jó? És azt mondja Jézus erre, ilyen nagy hitet nem találtam. És mit mondott utána, hogy fejezi be? Azt mondja, előtte elmond egy tanítást, és utána a 13. verszakban azt mondja, mondta Jézus a századosnak, látod, itt már nem egy századosnak mondta Jézus, hanem a századosnak. Eredj el, legyen neked a te hited szerint. És mit olvasol? Abban az órában meggyógyult annak a szolgája. Hát már ott rögtön elindult a változás és a gyógyulás az embernek az életére. Ezt kívánom nektek, hogy ezeket az igazságokat legyen beültetve mindannyiunknak az életébe, és tapasztaljunk meg változásokat az életünkbe. Tapasztaljunk meg vezetést az életünkbe, tapasztaljunk meg változásokat, helyzeteket, megoldásokat tapasztaljunk meg, egy új sorsot, lehetőségek jöjjenek az életünkbe. És ehhez ilyen hit kell, hogy a szó változtat meg. Egy, Jézusnak hatalma van, sokkal hatalmasabb, a második az, hogy a szavak meg tudnak változtatni. Az ige hirdetés közben. Az ige hirdetés egyébként az egy nagy szellemi harc. Ott a szellemi erők ellen megy az ige, és gyengíti, erőtleníti a démonokat az életedbe, sátáni erőket az életedbe, erőtleníti, gyengíti, hogy felszabaduljál a szellemed, a lelked kijöjjön a nyomásuk alól. Hát a szellemed a nyomásuk alól, a lelked meg a tested pedig akár még szabaduláson is átmenjen ezáltal. Köszönöm, hogy meghallgattatok.